Jó reggelt, Vietnám, üdv a csatornán! Keeper jelentkezik a következő gépteszt résszel. Hú, gyerekek! Két olyan járművet fogunk kipróbálni ebbe a részbe, amelyikhez gyakorlatilag mind a két járműhöz volt köze, és gyakorlatilag mind a két jármű megtalálható volt a magyar TS-ekbe itt Zalába. Gyakorlatilag mondhatni, hogy a 82-es MTZ-nek a trombitorlója volt, amikor bejöttek az Etol kristálok, és roppant kíváncsi vagyok, hogy itt a Spintires Mudrunnerbe hogy fognak ezek teljesíteni. Én első blikre azt mondanám, hogy a Zetor az jobban fog teljesíteni, és ez megállná ugye a helyét, mivel valószínűleg, hogy mint terepjáró képességben, mondjuk terepjáró képességben nem biztos, viszont erőben mindenképp az Etol kristál az erősebb. Annak ellenére mondom ezt, hogy az én szívem mindenképp inkább a 82-es MTZ-hez húz. 82-es MTZ a játékban volt nagy és kiskabinos is. Én a kiskabinosod választottam, nekem az úgy közelebb áll a szívemhez. És először mindenképpen a kiskabinos 82-es MTZ-t fogjuk kipróbálni, ami ugye azért kék, mert ez igazából szerintem kék akar lenni, mivel ez egy szovjet, nem exportra szánt verzió. Ugye a pirosak azok exportra szánt verziók voltak, ugye a kékek azok meg gyakorlatilag belső használatra készültek. Na, hát akkor nyomjunk egy start engine-t, és akkor indítsuk el ezt a csodálatos 80 lóerős motort, ami leledzik ebben a traktorban. 80 lóerős dízel motort. Kapcsolunk neki egy összkereket és egy diffizált, és rettenetesen kíváncsi vagyok erre a járműre. Hát, bocsássatok meg, ez nem szokott megtörténni, de most nézni akarok egy belső. Valahogy nem ilyen műszerforra emlékszem, megmondom őszintén, gyerekek. Viszont a kormány az nagyon autentikus. Nagyon jó. Várjatok egy pillanatra. Egy pillanatra. Arra vagyok még kíváncsi, hogy mit lehet esetleg. Nem lehet semmit csinálni, ajtókinyitás, ilyesminek. Örültem volna, hogyha lett volna. Na mindegy, veressük, és hol van a 3 pontos csatolóm. Ja, igazából nem néztem semmit, hogy mit lehet állítani. Nem is akartam, ugye minden egy gép stock állapotba fog indulni. Nyomunk egy összkerék diffizált, ideállunk a szélére, és akkor ugye veressük. Hát rettenetesen kíváncsi leszek erre a traktorra. Egyébként vannak még itt traktorok, látjátok ott hátrébb, amit például ott egy Forsrit, amit ki fogunk majd próbálni, nem ebben a részben. Na, csapjunk bele a lecsóba. Hű gyerekek. Na, amire fölváltunk országot 9-ben, arra talán el is indulunk normálisan. Ez a traktornak kezdjük a hátrányaival. Wow. Ó, gyerekek. A traktor hátránya leginkább az, hogy nem is a kicsi lóerő, mert nem is a kicsi lóerő, mert ez a 80 lóerős motor ebbe a járműbe teljesen jól működött. Soha nem az volt a probléma, hogy ugye elfogyott az erő, hanem gyakorlatilag nem tudta átadni a talajra azt az erőt, amit képviselt. Ugye viszonylag szűk gumiabroncsokon közlekedik a jármű, és ráadásul rettenetesen szűk nyomtávja van, és ennek köszönhetően nagyon-nagyon borulékony járműről beszélünk. Viszont gyerekek, nagyon-nagyon jól megcsinált, az gyakorlatilag az első futómű, ami egy ilyen libikókás szerkezettel tudja ugye lekövetni az éppen aktuális toborzati viszonyokat. Borzalmasan jó, gyerekek. És egyébként én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy ugye semmilyen lengéscsillapító nincs az MTZ-en. A hátsó keréknél semmi nincs egyébként. Mármint lengéscsillapító, azt úgy értem, hogy rugó vagy ilyen hasonló. De az első gólyalábakban ott van egy-egy rugó, ami minimálisan ugye csökkenti a rázkódást. Gyerekek, eddig én rettenetesen meg vagyok elégedve a traktorral. De olyan szinten meg vagyok elégedve vele, hogy én nem gondoltam volna, hogy eddig így ilyen szuperul fog menni, nem? Srácok. Az MTZ úgy látom, hogy azért adja. Jó, hogy teljesen jól megy. Hát a sebesség az nem a legjobb, de nem is rossz egyébként.
Ugye nem is tudom, rengeteget jártunk kisfülkésen, 82-essel a Faterra, talán 45 km per órás sebességgel tudtunk hasítani országúton, vagy 40? A 40-es tábla rajta, de hát szerintem egy 45-et azért ki tudtunk belőle hozni. Igen, ups, ott kapott a motor, hát, ott is megint kapott a motor. Viszonylag nagyok nekik ez a, nagy neki ez a hőpehupa, én csodálkozom rajta, hogy ilyen kellemesen közlekedik egyébként. Szóval teljesen frankó. Na, ugye, lehet, hogy sokszor elmondtam, de nagyon sok új néző van, és szeretem az információt átadni nekik, ugye? MTZ 82-es és 80-as. Ugye ez a kettő volt így a legvége fele. A TS korszakról beszélünk, ugye az 50-eseket váltották, és az 52-est, ugye a 2-es utótag, ugye a 80 és az 50 után, vagy 82 és baj! Na, és akkor beszéltünk arról, hogy nem fogy el az erő, de olyan okosan a pilóta egyébként egybe tette vissza, és nem kezdett össze-vissza váltogatni. Nagyon jó gyerekek, nagyon jó. Mert ugye a 2-es utótag, ugye a számok után mindig a mellső hajtás meglétét mutatja. Kacsaláb kérdezte tőlem, hogy hogy kell különböztetem meg a traktorokat, ő neki így elmondanám. Például, hogy onnan látod ugye, hogy mellső hajtás általában van egy traktoron vagy nem. Hát az újabbakon minden egyén van, hogy ugye nem fenyőmintás gumiabrancsok kerülnek. A 80-ason ugye nem, elől nem fenyőmintás a gumiabrancs. Onnan nagyon könnyen meglátod, meg hogyha egy kicsit jobban odafigyelsz, akkor ugye előre nem megy kardán hajtás. Itt a csörlőz is megy egyébként, de ugye megy oda a első részhez is, az első szekcióhoz. Teljesen gyerekek jól megy, én hatalmas nagy meghajlással adózom az MTZ előtt. Eddig nem tudom, hogy hogy fog menni. Azt a gyerek. Ajja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 jj
Eddig nagyon jó. Én a sártól nagyon félek, hogy ez úgy fog beállni abba a sárba, mint a gerely, és nem is fog tudni kijönni. Attól félek. De a többi részt szerintem teljesen jól fogja megoldani. Szép. Szép munka, MTZ. Egyébként én soha nem ezzel az elejével emlékszem. MTZ, jaj. Igen, visszatette egybe. Jó, meg van csinálva a váltó, ugye? Játékba, az MTZ-be. Hogy egyből egyesbe rakja vissza. Tengelytáv egy kicsit nem szerencsés itt a rönköknél neki. Párszor Sása megfejelte a izét, kormány. Ja, én nem ezzel a hüttőmaszkkal emlékszem rá. Gyakorlatilag nem is ez volt a paternak a 82-esén, hanem az a fehér, nagyon sűrű rács. Nem tudom, tudjátok, amelyikre gondolok. Meg ugye nincs első sárvédőn, kicsit furcsa, meg én jóval szélesebb első kerekekre emlékszem. Sőt, biztos vagyok benne, ugye, hogy jóval szélesebb első kerekek voltak. Meg ugye az első felni, az talán elég gyakran változott és elég jól. Jajajajajajajajaj, nem akarom felborítani, kicsit, annyira félek az MTZ-től, hogy felborul, hogy ez hihetetlen. Hoppá! Erről beszéltem, hogy itt lehet, hogy egy kicsit bajok lesznek. Hát nyomunk neki egy ilyen manuál dolgot, mert... Á, igen, itt érzem, hogy bajok lesznek, mert az általában a traktorok itt még jól szoktak menni, viszont ez már itt. Ennek itt feladja a leckét ez a rész, hogyha oda belemegyünk, ugye ott a... Nem tudom, visszafele nézve a 4. oszlop és 5. oszlop környéken lesznek ezek a... Ezek a mélyebb saras rész. Elég jól megy. Ott ugye fel fog hasalni, most nézhetjük, ugye a hasmagasság nagyon sokat számít. Hogy itt még nem hasal fel, itt még nem hasal fel, itt még nem hasal fel. Jól is megy, ugye? Nem hasal fel, itt mindjárt el fog bukni az eleje valószínűleg a sárba, de... Ugye, igen, és bele is bukott. És akkor itt kezd el felhasalni, ami ugye nem tesz jót neki. Főleg ezekkel a szűk kerekekkel, igen, itt bajok vannak. Itt nagy bajok vannak, gyerekek.
Aj, de jól megoldották, hogy oda rakták ki azért a műszereket. Hát igen, baj van gyerekek. Ez van. Én itt éreztem, hogy itt lesz probléma. Nagyon érdekel, hogy nagyon kíváncsi vagyok az Eto'o Crystal, hogy fog teljesíteni. Ugye emlékszem, amikor voltak ugye nálunk itt Zalába, gyakorlatilag úgy volt, a TS-ről beszélek, szóval nem magántulajdonról, ami gyakorlatilag ugye a TS világban nem is volt magántulajdon, hanem ugye utána lett, hanem tényleg a TS-be nálunk MTZ 50-es, kiskabinos, Weimar, ugye az ugye rakodógép volt, 80-as, 82-es traktor, voltak ugye a Rabasteigerek, és itt, na, itt azért merek annyit beszélni, mert egy kicsit adjuk neki. Mert hogy nézzétek meg, hogy egy ilyen így jobban halad ugye, mint hogyha rugatod. Ugye így letopad egy kicsit a kerék. De már így is kezd rúgni, ugye egy semmilyen körülmények között nem érdemes nagyobb fokozatba kapcsolni. Igen, és emlékszem, amikor kezdtek bejönni ezek a Eto'o Crystalok. És nálunk nem emlékezték, nem mondták soha, hogy Eto'o, hanem mindig Crystalt mondtak, és nagyon sokáig, egész talán addig, amíg így fel nem nőttem, és így elkezdtem például farming szimulátorozni, addig nekem már nem is tudatosodott, hogy ez egy Eto'o, mert nálunk mindig, gyakorlatilag mindig azt mondták, hogy Crystal. Jön a Crystal, talán gondolom az volt ugye rajta egy ilyen markásabb felirat, és soha nem Eto'oztak, hanem mindig Crystaloztak, hogy igen, megjöttek a kristálok, oké, le fogják váltani az MTZ-ket. Egyébként emlékszem rá, hogy mindig para volt abban a korszakban, hogy mindig rettegtek tőle, hogy ugye bejönnek a rábák, és akkor ugye a rába az úgy volt, hogy azt szokták mondani, hogy 382-es MTZ-nek a munkáját el tudta végezni. Így volt egy ilyen propaganda filmek is, hogy 382-es MTZ húzza, mint tudom én, kettes ekéket, vagy hármasokat, és akkor jön a rábasteiger, és akkor ugyanolyan szélesek, ugye húzza, mint az őrült, jó, még gyorsabban is, és nagyon jó volt minden. És emlékszem rá, hogy nagyon ráfaláztak, hogy ugye elveszítik az emberek a munkájukat, pedig abban a korszakban pont nem arról szólt, sőt, inkább ugye megbüntettek, hogyha nem a munkakerülő voltál. Egyébként 9 perc 40-nél tartunk, de annak ellenére, hogy ilyen rossz időeredményen vagyunk, ezt ne próbáljuk egy 82-es MTZ-t időeredmény alapján hasonlítani. Például egy MASZ-hoz, mert ugye minden teljesítményben, mindenben elmarad, viszont maga nemébe ez a jármű most, ahogy teljesít, az csillagosítás. Csillagosítás, gyerekek. Lassan ki fogunk érni, és hogy kijött a sárból, nekem ez elég, nekem az, hogy egy ilyen mély sárba itt az végig tudott menni, ez a modifikáció, mert ugye soha nem, ez most, amit csinálunk, ez gyakorlatilag egy replikája a valóságnak. Szóval... Igen, itt már próbálok neki adni egy igen, és akkor olyan egyébként rettenetesen szépen váltogat fölfele az automatika, úgyhogy jó, nagyon jól meg van csinálva. Attól egy kicsit félnék, nagyon lassan vált viszont. Attól egy picit félek, hogy nem fog itt visszagorulni, mivel nagyon lassan vált. És ugye 9-ben biztos, hogy nem fog felmenni, és amikor visszavált 9-1-be, akkor mennyit fogunk visszagurulni. Igen, és talán itt jó lenne itt váltana. És nem itt fog váltani, hanem ezen a nagy emelkedő, és bajok lehetnek. De én nem fogok itt... Hopp, igen. Jó volt, mert elég gyorsan váltott. Szás a gyerekek, annyira jó megvan semmi, és előre is dől, amikor ilyen. És egybe gyerekek, ez... Azt ugye éreztétek, hogy megrugott, megcsúszott. Nagyon-nagyon megcsúszott, és most itt én úgy éreztem, hogy ez nem fog felmenni, de felment. Na és itt van az a dolog, amiről az legelején beszéltem, hogy vannak olyan járművek, amiknél mivel a motor teljesítmény lehet, hogy nem olyan nagy, mondjuk 80 lóerő, viszont itt ne azt nézzétek, ne egy autóhoz nézzétek a 80 lóerőt, hanem ugye ebben ugye ez mások az áttételek. Egy traktorba. És más a nyomaték is, és minden. Azt akartam mondani, hogy igaz, hogy ugye nem olyan túl nagy a motor teljesítmény, viszont vannak olyan áttételek, amikbe mindenképpen le fogja tudni adni egy olyan teljesítményt, amiben el fogja érni azt a pontot a traktor, hogy
megrúg. És igen, alacsony, ugye alacsony a traktor, és pont olyan alacsony, nézzétek, ugye ott van a, itt van a kabin előtt kapásból, az a gomba alak, ugye az a, ott kapja gyakorlatilag a levegőt a motor, és ott befolyhat a víz, és teljesen reálisan van megcsinálva a mod, ahol nem merült el, most nem merül el, ott teljesen jól működik. Igen, és ugye van olyan sebességi fokozat, azt mondtam, hogy ez a 80 lóerő az gyakorlatilag van annyi, hogy a kerekek fognak megrúgni, és nem fog lekotkodálni idézőjelben a motor. Jó, nem izébe fog menni, nem országút kilencbe fog menni, amikor kéri az erőt, hanem egy sokkal alacsonyabb sebességi fokozatba, de van olyan alacsony sebességi fokozat, amikor gyakorlatilag kikötöd egy fix ponthoz az MTZ-t, és ezt berakod a legkisebb sebességi fokozatba, és elindulsz vele, és rúgni fognak a kerekek. És értitek akkor, hogy mire gondolok, hogy gyakorlatilag itt a... azt fogod elérni, hogy a kerekek rúgnak el, és nem az, hogy a motor fog lefulladni. Na. Jó, gyerekek, figyeljetek! Nagyon rossz időt mentünk a többihez képest, viszont önmagához képest én úgy érzem az MTZ 1. Egyik az, hogy teljesen jó időt megy, a másik az, hogy nagyon-nagyon reálisan, szépen ügyesen meg van csinálva ez a mod. Le a kalappal a fejlesztőket. Egyáltalán nem sites, egyáltalán nem mondom azt, hogy sok, amit tud. Egyáltalán nem mondom azt, hogy kevés, amit tud. Pont az a, az a kategória, amit szerintem egy MTZ a valóságban is képes kivitelezni. Hát igen, közben mondom az időt, 13:42 volt, amikor az útról leértünk. Ennél rosszabb időnk talán nem is volt. Viszont akkor jön az Etor, itt van pontosan a típusa, ugye ez egy Forest Edition. Ami a Forest Edition annyit tesz, hogy láncolt kerekek vannak rajt. Hát ugye ez a mod, ez így van kivitelezve. Odjai, mekkora motorral rendelkezünk. Azt hiszem, hogy az Etorokban sorhatos motor volt, ugye? Javítsatok ki, hogyha tévedek. Ez a mod ilyen. Tehát én erre itt nem pakoltam semmit. Hogyha ezt most megnézitek, visszatolhatunk, megnézzük. Lehet, hogy azt mondjátok, jaj, mert láncolt kereket raktam rá, ezt raktam rá, azt raktam rá, nem raktam rá semmit. Ez az Ethereum Crystal, ez így van megcsinálva, ez ilyen. Nézzük egyébként, hogy mit lehetne esetleg rakni rá. Ja, lehetne egy-két dolgot rakni rá, én ilyet, olyat, hát ez... Ja, logos kocsi, oké. Okay. Még crane-t is tud. Nagyon-nagyon meg van csinálva, tetszik, szép. Ugye, a tartóját. Viszont ugye, egy dolgot ne felejtsünk el, hogy reseteljük a mapot, mielőtt elindulunk, mert akkor különben sár szét van gyűrődve, és nem lenne releváns a tesztünk. Na, akkor a kristál. Először, miért ne? Nézzünk egy belső teret. Ó, szépen meg van csinálva, nem nagyon tetszik, hogy nem tudok teljesen körben. Ó, és nagyon tetszik egyébként, hogy az üveg része, ami ugye a hátsó csatolóhoz lelátsz, ami az MTZ-ben ugye kicsit körülményesebb. Szerintem jó lesz, ez érzem. Érdekes, hogy a füst... Ja, ott van. Ja, jó. Igen, be van burkolva ugye, hogy... És a légszűrő az magasan van. Roppant kíváncsi vagyok, hogy a légszűrő az valós lesz, hogy tényleg ott a légszűrő beömlője, ugye? Az ott tényleg olyan magasan van-e. Jó, szóval nem raktam én rá semmit, ez így van. Úgyhogy nyomunk egy összkereket és egy nifizárt. És veretjük neki. 1, 2, 3. Rossz, nem olyan rossz, de nem érzem egy csöppet sem gyorsabbnak, mint az MTZ-t. Csöppet sem, egy fikasz nincs semmi azon gyorsabbnak, mint az MTZ-t. Szépen, komótosan. Én úgy érzem egyébként, vagy sőt, biztos vagyok benne, hogy ez az Ethereum kristálok azok gyorsabbak voltak a valóságban, mint az MTZ-k. Talán még egy rémbe is ez, hogy kíváncsi leszek, hogy fog teljesíteni. Hogyha esetleg azt mondjátok, nem releváns a teszt, akkor kereshetek én egy nem láncolt kerekűt is. Ojj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 
Shit. Azt a betya. Jó. Nagyon. Őszinte leszek.
Őszinte leszek. Masszív nagy. És nagyon tetszik ez benne, nagyon kellemesen vezethető. Érzed azt a masszív felépítményt, és érzed, hogy erős. Jó. Eddig az tapasztalatom az, sok jó. Jó, nagyon jó. Jól működik. Oh, shit. Jaj, bazze. És turbós motor ugye természetesen. Emlékszem az Ettore Crystal is ugye nagyon markáns volt. Mi abban az időszakban, amikor ugye én voltam nagyon fiatal, akkor nagyon kevés volt az ilyen. Egy az, hogy touring autó nem létezett. A másik az, hogy turbós autó nem létezett, nem voltak. És gyakorlatilag turbót mi nem alattunk máshol, mint a Rába Stegerekbe és a Zetorokba, és iszonyatosan jó hangja volt. Akkor nem tudtam, hogy még mi az a turbo. Ugye mondták, hogy turbo, de ahogy fütyült az a motor, az basszus, az gyönyörű. Érdemes megnézni, van egy, ahol régebben laktam, attól van egy, nem messze egy falu, és ott van egy ilyen gazdaság, egy maszek gazdaság, és régi traktorokat használnak. Tradícióból is, nem csak azért, mert arra, hogy futja, hanem tradíció. Csinálnak olyat is, hogy felújítanak traktorokat, például rábastelgereket, de úgy, hogy szétszedik, minden teljesen megcsinálnak. És akkor van egy olyan videójuk, a YouTube-on rákerestek, hogy újra szól a hathengeres. És abban, amikor elindítják azt a hathengeres motort a Rábába, nem tudom hány tíz év után, és megszólal az a turbó hang. Gyerekek, nem tudom, hogyha lenne egy játéktester, vagy egy hangmérnök, akinek az a dolga, hogy a legszebb motorhangot varázsolja elő, megkap mindenféle digitális dolgot hozzá, ugye keverőprogramot, bármit, akkor se tudná létrehozni azt a, szó szerint az a tökéletes motorhang, turbóval. Gyerekek, és ott van egy, nem is tudom, 180-as? Nem 180-as, 180-as Rába, egyébként annak a felújítását csinálják, de nem 180-as, hanem valami prototípus volt, egy darab készít belőle, vagy kettő, de 180-as kaszni volt, csak nagyon motorra, de mindegy, talán 240-esnek nevezték, mivel valami, nem tudom pontosan, de azt nézzétek meg annak a felújítását, és ott van szétrohadt gumikkal, kiszabadítják a... Bele van rohadva már a földbe, kiviszik, trailerre elviszik, utána szerelik minden, olaj, szétszedik, tömítések, minden, kicserélnek, nagy nehezen, beindítják. És gyerekek, az a hang... Tudjátok mit? Bevágom ide. Ugye mennyire durva gyerekek ez a hang. Hogy ez ilyet nem le, ilyen nem, gyakorlatilag ezt a hangját nem tervezik ezeknek a járműveknek meg, de mégis mennyire gyönyörű. Közben beszéljünk az Ettore-ról is, mert nagyon jó időt fut gyerekek. 4.32-nél járunk és teljesen korrekt, és gyakorlatilag minimális sebzés gyerekek. Ez a tipikus, és ott van a benzintag így hosszába, hogy nem benzintag, hanem gázolaj. Nagyon ötletes kis szerkezet, nagyon tetszik. Teljesen jó közlekedik, nagyon szépen, mondhatni nem komótosan, mivel ugye ez egy traktor, azért nem várjunk tőle 100 km per órát. Olyan, tudjátok mit gondolok erről a traktorról? Ez a pont jó kategória, egy pont. Ez egy olyan, nem is tudom, mint amikor megiszol egy kávét, és ez pont így el van találva. Úgy nem kimagasló, de nem is rossz, pont ugye eléred vele a célodat, hogy megittad, és akkor úgy jól esett. Ez a tipikus
nem is tudom, mint egy Cola Light, vagy akármicsoda. Nem azért mondom a Lightot, mert mit tudom, gyenge, meg hogy nem jó, hanem ez egy ilyen kielégítő dolog. Szépen közlekedik, nem kifejezetten dinamikusan, nem kifejezetten lassan, hanem ez a... Ez a mod is úgy van megcsinálva, hogy jó, hogy jól működik. Itt a sától nagyon félek megint, mi lesz itt velünk. Ejj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 
Viszont eddig jó. Eddig jó, eddig jó, eddig jó. Jó, eddig nagyon jó, gyerekek. Eddig nagyon... Ez... Ja, igen, és ugye... Most történt meg az, amikor... Amikor lehasalt. Mondjuk kicsit finomabban. Nézzük egy kis belső nézetet, mert szeretitek egyébként. Hát igen, vannak problémák. Viszont meg vagyok vele elégedve. Na én szeretem, amikor az ablakra rakják ki azt a... Azt a minek nevediket, azt a kokpitet, hogy ne... De jó. És egyébként nagyon jó ebben a játékban, hogyha kifordítod a kormányt, akkor az úgy marad. Nem az van, hogy ugye egyből visszaugrik, mint sok autós játékban, vagy pedig szimulátorban. Úgyhogy ha elengeded, akkor is ugye is kifordítom, akkor úgy marad. Nézzük. Hát igen, itt minden jármű lassú, ez egy picit gyorsabb, mint az MTZ. Ennek az annak köszönhető, ugye most mondhatjátok, ugye a láncot gumiknak elképzelhető egyébként, hogy az ad neki valami pluszot. De annak köszönhető, hogy ugye nagyobb kerekek, szélesebb abroncsok, ezek mind. Ezek igazából, amik ugye mérvadóak. Ja, igen, és az Eto'o Crystalnak volt még egy ilyen sipoló hangja, ami úgy utánozhat, és úgy nem tudtad hova tenni, hogy úristen, ennek miért van ilyen turbina hangja. Ugye gyakorlatilag a turbó vagy pörög. Azt. Aha, igen, és egybe vagyunk. Egy icipicivel jobb, mint az MTZ. Azt nagyon szeretem, hogy nagyon jól eltalálják egyébként ezeket a modokat. Nagyon... Nagyon reálisak. Nagyon jól hozzák azt a formát, amit hozniuk kell. Nincsenek szétcsitelve, nem működnek rosszul. Igen, ez jó. Jó vagyunk vele. Nagyon jó, le van harcolva, tetszenek az ilyen járművek is, amik így le vannak harcolva. 8 perc 16-nál vagyunk, gyerekek, hát nem lesz, hogy nem lesz kiemelkedő eredmény, viszont nem lesz, nem fog elmaradni nagyon az élmezőimtől, én úgy érzem. Aha, és nem sebződik ugye a motor, látjátok, hogy a mélyebb vízbe is, mivel ott van ugye a légszűrőnek ugye a beömlőve, de beömlője elég magasan van, így nincsen semmi probléma azzal, hogyha elmerül a géptest. Gyerünk! Jó. Nagyon tetszik, ahogy lötyök az üzemanyag egyébként, nagyon azt is, az is teljesen jól megcsinálták, nagyon kellemes. Ugye látod vizuális, hogy mennyi van benne. Jó. Megyünk, automatában vagyunk, ez ennyit tud, ugye ez megint nem egy gyors jármű, de viszont nagyon, hát... Cool. És ez is hozta azt a papírformát, ami nem baj. Mert nem kell az nekünk, hogy legyen egy csites MTZ, ami majd itt megdönt minden rekordot. Hanem én úgy gondolom, hogy az MTZ és az Eto'o között, e között az Eto'o típus között ez a különbség, ez a reális különbség terepjáró képességbe, sebességbe és mindenbe. Az MTZ nem szégyenkezhet, itt megint egy picivel ugye más kategória a kettő. De viszont retteltesen jó időt fut, gyerekek, nagyon jó időt fut az Eto'o. Az Eto'o úgy érezett, hogy lassú, de nem. És jó időt fut, gyerekek, 9 perc 56 másodpercet ment az Eto'o, ami borzalmasan jó a mezőnybe. Ez ilyen mizéket, ilyen krazokat meg hazudtoló idő. Nagyon tetszett, nagyon jó volt, kellemes volt, teljesen jól működik. Nem csites, nem túl durva, jó. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek. Sziasztok!